Kedves nézőink, szombaton kezdődött el a Szabadidő Központ immár hagyományos, felnőtteknek szóló kézműves foglalkozás sorozata, emellett városszerte zajlottak hasonló foglalkozások. Most erről számolunk be önöknek. Adventi koszorú készült az első felnőtteknek szóló kézműves foglalkozáson. Hogyan kell ezt elkészíteni? Hát az adventi koszorú az már a ráhangolódásnak az első lépése, amikor elkezdjük díszíteni a lakásunkat, házunkat, és az adventi koszorú az végighűen kíséri a 4 hét végét, ugye? Mindig vasárnap gyújtjuk meg a gyertyákat. Hagyományosan 3 lila, 1 rózsaszín, ez azt jelenti, hogy a rózsaszín az az öröm vasárnap, és az adventi koszorú, nekem virágüzletem van, és ott is lehet vásárolni adventi koszorúkat, de én nagyon sok embert arra ösztönzök, hogy ő álljon neki otthon a gyerekekkel, gyűjtegesen anyagokat a természetből. Én nagyon természetbarát vagyok, nagyon sok szárazvirággal dolgozok, és inkább az élőképeket szeretem megjeleníteni. Minden adventi koszorú egyedi, én nem szeretem a tömeg dolgokat, és most, hogy itt összejöttünk 28-30-an körülbelül, kérdezték, hogy hoztam-e egy bemutató adventi koszorút, és én mondtam, hogy nem, én a gyerekeknek sem szoktam semmit sem vinni, hanem magukból induljanak ki, tehát egy kicsit csöndesüljenek el, válogassák a szárazvirágokat, és akkor mindenki valami szép egyedi dolgot, ami éppen az ő hangulata, lelki állapotát kell, hogy tükrözze. Hol tartják a következő felnőtteknek szóló kézműves foglalkozást, mikor és mi készül majd? A második adventi hétvégénk az december 7-én lesz a Művelődési Központban, a Szabadság tér 13, délután 3 órától. Ünnepi recept füzetet lehet készíteni Takács Endréné vezetésével. A harmadik adventi hétvége szintén a Művelődési Központban lesz, a Szabadság tér 13-ba, az december 13-án délután 3 órakor textil angyalka és egy gyertyadíszítés lesz. Az utolsó, a negyedik hétvégén, december 21-én vasárnap lesz Művelődési Központban, Szabadság tér 13, az kivételesen 2 órakor kezdődik, és vasárnapi nap mézes kalácsból lehet fenyő alakú dobozt készíteni. Szombaton az Ajkarendeki Művelődési Házban is elkezdődtek az adventi készülődések. Az Ajkarendekért Egyesület ez alkalommal állította fel az udvar pavilonjában az embernagyságú Betlehemét. Máriát, Józsefet, a 3 királyokat, a pásztort és a jászolban fekvő kisdedet szívesen látogatja a falu gyereksörege. Az önkormányzat jóvoltából az idén gyönyörű ezüst fenyő díszelek a Művelődési Ház előtt. Természetesen adventi koszorú is készült, a gyertyákat ünnepélyes keretek között gyújtják meg. A Bányász Kulturális Egyesület is szervezett egy kézműves foglalkozást szombat délutánra, amikor adventi koszorút és ajtódíszt készíthettek a résztvevők. Itt Herendi József névirágkötő adott hasznos tanácsokat az alkotó munkával kapcsolatban.